Az elmúlt 5 évben elvégzett közfeladatok ellátásáról, vagyontárgyak üzemeltetéséről és a felújítási beruházási feladatok elvégzéséről tartott beszámolót Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András és Boza István városgondnok. De mielőtt rátérnénk ezekre, először tisztázzuk, mi is a városgondnokság pontos feladata. Az intézmények és magáningatlanokon kívül, a városhatártáblán belül minden a mi dolgunk, tehát az utak, a zöld területek, az árkok, a temetők, nagyon sok sportlétesítmény fenntartása, tehát uszoda, a MÁV pálya, kisebb sportlétesítmények, bregyóközi atlétikai centrum üzemeltetése és fejlesztése is a mi feladatunk. De hát a legnagyobb feladat ezek közül, mind volumenben, mind pedig létszámban, az a park fenntartás. Majdnem 200 ember dolgozik a park fenntartásban. Ez közel 800 millió forintot költünk el erre a feladatra egy évben, tehát ez a legnagyobb feladatunk az a parkfenntartás, de ezen felül az utaknak az üzemeltetése télen-nyáron, tehát ilyenkor nyáron, mint ezelőtt beszéltem, a tisztítás, az utaknak a tisztítása, utaknak a karbantartása, télen pedig a sikosságmentesítése, hóeltakarítása, ez is gyakorlatilag egész télen egy ügyeleti jelleggel folyamatosan munkát biztosítnak. Ezen felül a nyílt árkoknak a folyamatos fenntartása, tehát a székesfehérvári csapadék vízhálózatnak az üzemeltetése, ezeknek a javítása, karbantartása is a városgondnokság feladata. Ezen túl közvilágítási feladataink vannak, tehát Székesfehérvár teljes közvilágítási hálózatát a városgondnokság üzemelteti alvállalkozó bevonásával. Ez több mint 11 ezer lámpatestet jelent, tehát igen komoly mennyiségű lámpatestnek a működtetése, felügyelete, hiba bejelentése, karbantartása, fejlesztése tartozik hozzánk. Ezek közül több mint 2000-et ki tudtunk cserélni az elmúlt 5 évben, a legkorszerűtlenebb, legrégebbi, közel 50 éves lámpatesteket cseréltünk. Én azt gondolom, a következő időszakban is ezt a programot majd folytatni kell, folyamatosan cserélgetni kell őket. A városi cég saját tulajdonú eszközparkkal, mint egy 640 fős saját munkavállalói közösséggel dolgozik, hogy biztosítsa és folyamatosan fejlessze a székesfehérváriak mindennapjait érintő szolgáltatásokat. Nagyon fontos, kitüntetett az a szerep, amit a Városgondnokság Kft. És az ott dolgozók ellátnak, munkaként elvégeznek a város számára. Azért kitüntetett, hiszen mind a városüzemeltetés, mind a városfejlesztés tekintetében hajtanak végre feladatokat. Ebből azért én kiemelném a város üzemeltetést, hiszen a fejlesztések zöme is ehhez kapcsolódik, és ezek azok a városüzemeltetési feladatok, amik a mindennapokban gyakorlatilag meghatározzák azt az életminőséget, amiben a fehérváriak, vagy az ide egyébként máshonnan érkezők, akár napi szinten, akár turistaként érkezők számára nagyon szembetűnő, hiszen a közterületeinkről van szó, a közösségi tereinkről van szó. Itt mindenki látja, hogy ezek milyen állapotban vannak, látja azt is, hogyha valahol hiba van, meg azt is látja, a fejlődés van, vagy az üzemeltetés rendben van. De igazán, hogy ezek azok a területek a másodsorban, ahogy az ember, ha rendben van, akkor néha észre se vesz, viszont amikor valami probléma van, akkor rögtön feltűnő, hogy probléma van. Miért? Azért, mert alapvetően a környezetünket határozza meg. És azt hiszem, hogy ezért volt fontos az, hogy a Városgondnokság elkészítette az 5 éves beszámolót. Ilyen törvényi kötelezettsége nem volt, viszont úgy gondoltuk, hogy az a mindegy 30 milliárd forint, amit 5 év alatt a Városgondnokságon keresztül elköltöttünk, az nagyságrende okán is indokolja azt, hogy a fehérváriak megismerjék, hogy pontosan mely területeken és mire költöttük el ezt a pénzt. Összességében el lehet mondani, hogy a Városgondnokság és ezen keresztül a város vagyona is jelentős mértékben nőtt, most már saját eszközparkkal látjuk el ezt a tevékenységet, mindegy 600-650 ember látja el ezt a tevékenységet, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos és érdemes talán itt ennél a pillanatnál számukra, részükre köszönetet mondani ezért a munkáért. A Városgondnokság az elmúlt 5 évben több mint 24 milliárd forint önkormányzati támogatásból, valamint 6,5 milliárd forint értékesítésből származó bevételből gazdálkodott. Ebből a működési feltételeket is jelentősen sikerült javítani Boza István szerint. A városgondnok hangsúlyozta, hogy az eszközpark bővítése mellett a munkakörülmények fejlesztésére is fordítottak pénzt.
új telephelyet tudtunk nyitni. A város üzemeltetési központnak tudtunk egy nagyon-nagyon jó és most már korszerűnek mondható telephelyet a Berényi úton kialakítani. Ez szerencsére a Magyar Közút mellett van, tehát a lakosságot se zavarjuk vele, jó a közúti kapcsolata, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly fejlesztés lett. Egyrészt a nagyértékű gépeinknek a tárolása itt most már megoldott, másrészt pedig az igen nagy létszámú dolgozói csoportoknak a normális és szociális blokk, öltöző, illetve az iroda kapacitását is meg tudtuk itt oldani. Ezen felül nagyon jelentős gépfejlesztést is hajtottunk végre. Az elmúlt években a munkaerőpiaci változások az a városgondnokságot is elérték. Nekünk is azon kell gondolkodni, hogy hogyan tudjuk gépesítéssel, egyre korszerűbb gépekkel, vagy újabb gépeknek a beszerzésével kiváltani a munkaerőt, vagy pedig a nagyobb színvonalú városüzemeltetést esetleg többletlénszám helyett megpróbálunk a gépesítés javításával utolérni. Úgyhogy ezért egyre nagyobb teljesítményű utcaseprő, járdaseprő gépeket vásárolunk, üzemelünk, betartjuk őket karba. Most már 3 nagy teljesítményű utcatakarítógépet tudunk üzemeltetni. Ezen felül folyamatosan javítjuk, fejlesztjük és bővítjük a parkfenntartásnak is a gépparkját. Újabb és újabb fűnyíró traktorokat vásárolunk, kisebbet, nagyobbat, nagyobb teljesítmény nyüveket, rézsükaszával, tehát olyan gépesítéssel próbáljunk valahogyan előre menekülni, amivel a város üzemeltetési színvonalát fent tudjuk tartani, esetleg kevesebb létszámmal is. Tavaly nyáron készült el a Liget csor teljes rehabilitációja. Itt a közművek cseréjén túl parkolókat alakítottak ki, és új burkolatot is kapott az út. Ez volt a városgondnokság egyik nagy beruházása, de ezen kívül az elmúlt 5 évben összesen több mint 3 milliárd forint értékben végeztek el útfejlesztéseket és parkolóépítéseket. Ezen kívül parkok, buszvárok újulhattak meg, és modernizálták a parkolórendszert és a város strandját is. A város fejlesztésében is elég komoly szerepet kapunk. Több mint 7,6 milliárd forint fejlesztést hajtottunk végre az elmúlt 5 évben. Ezek közül a legnagyobb munka az az útfejlesztési program. 2016-tól a városgondnokság egyre több kisebb, illetve közepes volumenű útfejlesztési munkát tud végrehajtani. Több mint 3 milliárd forint értékben tudtunk az elmúlt 3 évben az utak karbantartására, fejlesztésére fordítani. Ezekbe beletartoznak az utak, járdák, parkolók, kisebb parkok építése, felújítása. Csak parkolóból több mint 1190-et építettünk, tehát amit néhány éve ígért a városvezetés, hogy 1000 új parkolót építünk, abból csak a városgondnokság több mint 1200, majdnem 1200-at meg tudott építeni. Folyamatosan probléma, tehát a lakótelepek az egyik legnagyobb gond a parkolásnak a gondja. Ezeket a lakótelepeket úgy tervezték, hogy minden 2 lakáshoz terveztek egy parkolót. A mai igény az majdnem minden lakáshoz 2 parkoló lenne, a szabvány is 1,5 parkoló. Na most ezt azért nagyon nehéz úgy megoldani, hogy azért élhető is maradjon a lakótelep, tehát zöld felület is még rendelkezésre álljon, de azért próbáljuk meg minden talpalatnyi helyre lehetőleg korszerű új parkolót építeni. Ezek közül talán a legnagyobb és legszebb és talán legsikeresebb programunk az a Vízivárosban. Egyrészt a felszedett sínek helyére épített parkoló rendszer, illetve a fűtőerőműnek a technológiai váltása miatt már nincsen szüksége a pakura tárolóra, ezeket a síneket is ezért szedték föl. A fűtőerőmű területéből is egy nagyon jelentős részt meg tudtunk kapni, és parkosítottuk, illetve egy nagyon jó kutyafuttatót építettünk, és mellette több mint 200 parkolót is le tudtunk helyezni. Tehát gyakorlatilag úgy tudtunk parkolót építeni a Vízivárosba, hogy egyetlen egy négyzetcentiméter füvet sem, vagy zöld felületet sem kellett elvenni, sőt, közel 100 fát el tudtunk ültetni. Tehát még növeljük is a zöld felület arányát a területnek. Ezen felül nagyon, nagyon fontos és látványos szép fejlesztésünk volt a strand felújítása, ezt tavaly tudtuk átadni, ez több mint egy éves munka volt, tehát ez áthúzódó volt az egyik évről a másikra, de sikerült a strand felújítását közel 600 millió forintból úgy megvalósítani, hogy még az előző szezonban is tudott működni, és a 2 szezon közötti átmeneti időszakban, amiben azért a tél beleesett, tehát nem volt könnyű dolgunk, téli időszakban is azért építkezni kellett folyamatosan, de
a nyár kezdetére, tehát július elejére meg tudtuk nyitni a standot, nagyon népszerű volt, közel 50%-kal nőtt a standnak a kihasználtsága. A fejlesztéseknél nagy hangsúlyt kapnak a lakossági igények, ezeket a városgondnokság igyekszik lekövetni. Próbáljuk folyamatosan fejleszteni a lakossági kapcsolatrendszerünket. Mindenféle, tehát saját diszpécser hálózatunk van, tehát kollégák fölveszik a telefont, telefonos bejelentéseket is fogadunk, de idei évtől elkezdett működni egy teljesen automatikus online hiba bejelentő rendszerünk is, ahol automatikusan választ kapnak a lakossági bejelentésre a kedves bejelentő lakók, minden egyes fázisról. Tehát a bejelentést is nyugtázzuk, utána, amikor határidőt adunk az adott feladathoz, amikor elkészült, is mindegyikre egy e-mailes üzenetet tudnak kapni, tehát gyakorlatilag folyamatosan nyomon követhetik a bejelentett problémának a megoldását. Úgyhogy ezen felül egyébként folyamatosan jelen vagyunk az önkormányzati képviselők lakossági fórumán, ott is próbáljuk a lakossági igényeket összegyűjteni, illetve nagyon jó a kapcsolat a képviselők kell, a kisebb fejlesztéseket a képviselőkkel összhangban, az ő igényeiknek megfelelően osztjuk el a városban. Úgyhogy gyakorlatilag próbáljuk teljesen arányosan városrészenként egyforma összeget fordítani a kisebb fejlesztésekre, kisebb felújításokra. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a városi karbantartásra, a köztisztaság fenntartására is, a temetők fejlesztésére, de a városgondnokság legfőbb feladata a városüzemeltetés. Jóval több mint 7 milliárd forint összességében a fejlesztés volt. Az utakat, járdákat, parkolókat, parkokat, közterületeket, játszótereket, fitness játszótereket, közvilágítás cseréjét, padok elhelyezését, javítását egyaránt jelentette, és hát számos építőipari beruházást, legyen az út, járda, parkoló, vagy éppen a strand, vagy éppen mondjuk a bregyó megújítása. Azt hiszem, hogy tényleg ez egy nagyon színes, és talán a közérdeklődésre is számot tartó beszámoló, úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy nézze egy kicsit át. Önmagában azt a számot, ha ízlelgetjük, hogy 3.700.000 négyzetméter az a zöld terület, amit a városgondnokság kezel a városban, akkor látható, hogy bizony nagyon komoly feladat, és úgy gondolom, hogy a városgondnokság ennek a városüzemeltetési feladatnak nagyon magas színvonalon tette leget az elmúlt 5 esztendőben. Székesfehérvár vezetése legutóbbi közgyűlésén újabb 3 év bizalmat szavazott a cégnek. Ez egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég, tehát ez a cég azt gondolom, hogy ellenőrizhető, biztonságos, biztos, hogy holnap is működni fog, meg holnap után is, és az eszközparka erősödésével, a vagyona gyarapodásával a város közösségének a vagyona gyarapszik. A polgármester olyan célokat fogalmazott meg a jövőre nézve, mint a városüzemeltetés biztonságos, fenntartható működésének tovább erősítése. Nem könnyű, hiszen ezen a területen is van szakemberhiány, itt is folyamatosan új technológiák jelennek meg, ezt időről időre meg kell tudni vásárolni, be kell tudni szerezni. Másrészt pedig látszik, hogy a városgondnokságon keresztül a karbantartással összefüggő, de nagyon fontos fejlesztéseket tudunk megvalósítani, hiszen mi 1000 parkolót ígértünk, de hát már csak a városgondnokság közel 1200 parkolót létesített az elmúlt években, de számos a Sára programhoz kapcsolódó út, járda felújításra is a városgondnokságon keresztül láttuk el. Én azt gondolom, hogy aminek nagyon nagy és folyamatosan növekvő szerepe van, különösen a klímaváltozás, környezetvédelem tekintetében, az a zöld területi arány folyamatos növelése, a virágos Székesfehérvár további erősítése. Most elhangzott egy nagyon nagy megtiszteltetés is írt a Székesfehérvárt, hiszen a világ egyik legkomolyabb virágos versenyére, kanadai székhelyű versenyére először magyar nagyvárosként meghívást kaptunk, csak meghívással lehet bekerülni ebbe a versenybe, és nagyon komoly szinteket már ehhez teljesíteni kellett, de a következő években ez tovább törekvés, közösségi tereinket megújítani, parkosítani, virágosítani, a csapadék elvezetés problémáit ezeken a területeken is megoldani, közösségi tereket létrehozni, sportolási lehetőséget biztosítani, azaz az életminőséget javítani a városban. Azt gondolom, hogy ez a folyamatos feladat. Én úgy gondolom, hogy sokat tudtunk az elmúlt 5 évben előrelépni, köszönet a városgondnokságnál dolgozó emberek munkájának, és én meggyőződéssel vallom, hogy ma már közép-európai szinten is egy magas városüzemeltetési színvonalat tudunk biztosítani, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet és kell a következő években tovább fejlődni, arra fogunk törekedni, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Tulajdonosként az önkormányzat, és cégként pedig a városgondnokság.
A cég pedig felkészülten vág bele a tervek megvalósításába. Idén nyáron leszünk 10 évesek, mint Városgondnokság Kft. És én azt gondolom, hogy a következő 3 évben most már dolgozni kell, tehát már a szervezetfejlesztés, a szervezeti telephelyeknek a további bővítése nem annyira prioritás, most már gyakorlatilag a rendelkezésre álló igen nagy létszámmal, igen nagy gépparkkal dolgoznunk kell a városnak. Egyre több felújítást, 2019-ben is rengeteg felújításra kaptunk forrást a várostól, közel 3 milliárd forint áll rendelkezésre az üzleti tervünkben felújításokra, útfelújítás, parkfelújítások, intézményi felújításokban is részt fogunk venni, tehát gyakorlatilag a város üzemeltetésen felül mi avval számolunk, hogy a következő években is számol a város a városgondnokságra, mint a városfejlesztés a városi beruházások egyik szereplőjére.